Hagyomány már, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Köveshegyi Idősek Otthonának lakói az adventi időszakban a Történelmi Egyházak képviselőivel lelkiekben közösen készülnek. Ezzel együtt pedig saját kis műsort is összeállítanak annak érdekében, hogy egymás társaságában is meghitt hangulatban töltsék el ezt az időszakot. Amit mi adni tudunk, és ami a intézményi karácsonyhoz tartozik, az, hogy felkészítjük lelkületbe is a itt élőket, az időseket a karácsonyra. Van egy előkészítési folyamat, amikor jönnek a lelkészek, jönnek gyerekek műsort adni. Ajándékot kaptunk tegnap a Rotary Klubtól. Karitász tagok voltak, akik szintén műsort adtak, gyerekektől kis ajándékot kaptak. Mi az épületet feldíszítjük, alkalmassá tesszük a karácsony várásra, és megfelelő ellátással készülünk. Amit még nekünk pluszba adni kell, az a szeretet, a megértés, az odafigyelés és a fokozott ápolás, gondozás, és arra készítjük fel őket, hogy egymás iránt is megértőek legyenek, szeretetet sugározzanak, és akkor így fog szépen telni a karácsony. Ebben az esztendőben is Sátoraljóújhelyváros önkormányzata nevében Szamosvölgyi Péter polgármester egy kis ajándékkal is kedveskedett az időseknek. Véleménye szerint igazán megható az idősekkel együtt tölteni egy kis időt, ami ezzel együtt felemelő érzés is. Megkapnak mindent, amit emberileg meg lehet adni. Nincs is ezzel semmi probléma. Csak hát a jó részüknek a karácsony család nélkül telik el. Ezért nagyszerű dolog, hogy egy olyan vezetői csapat van a köveshegyi idősek otthonában, akik mindent elkövetnek, hogy a bizonyos fokú fájdalmat vagy szomorúságot, mondhatnám ezt így, az öröm váltsa föl, hiszen a karácsony nem a szomorúságról, hanem az örömről szól, mert egy gyermek, egy kisde született. De nehéz ezt átadni, és én a mai három alkalomból ezt tartom a saját magam számára a legnehezebbnek, ezt a találkozást, családi okból is kifolyólag is, úgyhogy pontosan átérzem azt, ami meghatározza az itt élőknek a hangulatát. A köveshegyi otthonban naponta közel 500 idős embernapi ellátásáról gondoskodnak az itt dolgozók, ami sokszor nem csak a napi teendőket, hanem a lelki támogatást is jelenti.